Gyújtópont. Folytatódik a Gyújtópont itt a Hit Rádióban, a mikrofonnál Király Tamás, vendégünk pedig Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, azaz az ISZOM miniszterelnök jelöltje. Itt van velünk a vonalban, jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is! Ugye ön nagyon sok helyig az MSZP színeiben politizált, hiányzik bármi az MSZP-ből? Hát attól függ, hogy ezt hogy kérdező, hogy nekem hiányzik-e, vagy általában hiányzik-e belőle. Általában a baloldaliság hiányzik belőle, és én ezért is váltam meg tőlük. Nekem olyan értelemben nem hiányzik, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy egy olyan pártot tudtam alapítani, másokkal együtt nyilván, amelyik egy igazi, vérből vegytiszta baloldali párt, tehát a szociális kérdésekre összpontosító és a kapitalizmus mentegetésében nem elvesző párt. Ugye ön ezért egy emblematikus figurája a magyar közéletnek, és általában olyan volt már az MSZP-n belül is, hogy azért kimondta azt, amit gondolt. És ezek azért baloldali gondolatok voltak. Az utolsó időszakban volt olyan, hogy ilyenkor szóltak a pártól, mert mint az MSZP-től, hogy hát azért ezt így mégse kéne. Nem. Tehát inkább azt mondanám, hogy nagyon sokan vannak, akik szépen egymás után hagyják ott a Magyar Szocialista Pártot. Ők azért úgy fölhívogatnak és mondogatják, hogy hát Tibor azért mégiscsak igazad volt. Ez nekem egy mérhetetlen megerősítés, megnyugvás, hogy biztos legyek a dolgomban. Én azt gondolom, hogy az a párt, amelyik elveszíti önazonosságát, tehát amikor egy szocialista párt néven futó formáció gyakorlatilag kiszáll a baloldaliság gondolatköréből, akkor az egy jelentéktelen, fölöslegessé váló párt. Ugyanilyen a Jobbik is a maga módján, mert ő is fölhagyott azzal, amire alakult. Ugye az MSZP-ből korábban Gyurcsány Ferenc lépett ki, és akkor ő is megalapította a Demokratikus Koalíciót, ön is kilépett. Mi a különbség mondjuk a DK és az ISZOM között? A DK-nak van egy nagyon erős polgári víziója, tehát ők attól tartottak, hogy túl baloldalnak tartották az akkori MSZP-t, tehát 2010-11-ről beszélünk, és kétségtelen a 2010-es választásokat követően volt egy baloldali elmozdulás az MSZP-ben, és valószínűleg ez váltotta ki a Demokratikus Koalíciónak a megalakulását. Ők egy polgári víziót, egy kapitalizmuspárti, egy nagyon erős, azt kell mondjam, hogy középpolgári vagy kispolgári víziót futtatnak. Mi pedig, mint az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, mint említettem, egy nagyon-nagyon hangsúlyosan a szociális szempontokat előtérbe helyező politikát ír körül, amiben egyébként, hát baloldal nem tud meglenni kapitalizmus kritika nélkül, tehát mi azért minduntalan elmondjuk, hogy mi a baj azzal a típusú kapitalizmussal, ami Magyarországon meghonosodott. És itt hadd mondjam azt, hogy itt van egy nagy becsapás, mert a rendszerváltás idején az etalon az az volt, hogy Ausztria. Ausztriát fogjuk utolérni, az osztrák kapitalizmust fogjuk utolérni. Na ehhez képest lesüllyedtünk a zimbabwei vagy a lezotói kapitalizmusba, és nyoma nincs például Magyarországon annak a szociális hálónak, ami mondjuk Ausztriában létezik. Az ISZOM-nak mi a mintaországa ilyen szempontból? Hát, inkább azt mondanám, hogy több országot tudnék fölemlíteni, amelyikből összetudnánk mixelni egy mintaországot, hát, és ez tulajdonképpen a mi világképünk. Ez Svédország, Ausztria, Németország, Norvégia, ez a négy azért olyan, hogy rengeteg olyat találunk az ő gyakorlatukban, ami számunkra irányadó tud lenni. Mi egyébként alapvetően azt mondjuk, hogy mindenek előtt azokat a szégyenletes béleket kéne rendezni, ami Magyarországon jelenleg van. Tehát míg nem mondjuk Németország fejlettsége háromszoros Magyarországhoz képest, akkor mondjuk, hogy ha csak annyira lennének a magyar munkások dolgozók kizsákmányolva, mint a németek, akkor harmad akkora béreknek kéne lenni Magyarországon. Na, ehhez képest ötöde, hatoda, hetede, vagy még annál is gyatrábbak. Tehát mindenféleképpen mi azt mondjuk, hogy a minimálbérek dolgát kéne rendezni, és pedig nagyon-nagyon szép magasra tenni a minimálbéreket. Mi az elmúlt esztendőben arról beszéltünk, hogy 200 ezer forintnak kell lenni a nettó minimálbérnek, de nagy valószínűséggel ezt az igényünk följebb kell srófolni, akár 250 ezer forintig is. Amiket most mondott, azok tipikus ellenzéki gondolatok. Önök azonban mégsem indulnak az ellenzéki választáson. Miért? Mi nagy hívei voltunk ennek egészen a tavalyi esztendő őszéig, amikor is kiderült, hogy ezt rajtunk kívül más nem akarja.
Egész konkrétan volt a szerencsi választás, amikor mi térden állva könyörögtünk a többi ellenzéki pártnak, hogy legyen egy előválasztás, és teljesen egyedül maradtunk. Mert hogy ott mondjuk önöknek is volt jelöltje például. Hát igen, csak hogy nekünk először volt a jelöltünk, hogy az előválasztásra indítanánk, és erre invitáltuk a többi pártot is, minek utána ez válasz nélkül maradt. Ők megjelöltek szintén utánunk egy másik jelöltet, egy nácit, akkor azt mondtuk, hogy hát, hogyha ők egy nácival akarnak rohamozni, akkor abban mi nem veszünk részt, akkor természetesen menjünk önállóan. Aztán még mindig hittünk abban, hogy talán lehet itt valami programok versenyét csinálni, tehát hogy a mi baloldali víziónk meg tud mérni a kispolgári víziókkal, a zöld víziókkal, és még sok minden mással. És erre gyakorlatilag december 20-án született egy válasz, amikor egy 13 pontos elvi diktátumot tett le ez a hat ellenzéki párt, akiről szó van. És abban a szociális kérdések nincsenek benne az első 10 ügyben. Hozzáteszem, a környezeti kérdések sincsenek benne az első 10-ben. Tehát mi azt mondtuk, hogy hát, hogyha valami, a szociális dimenzió ennek a hat pártnak a gondolatsorának a végén szerepel, az nekünk ehetetlen, ihatatlan, az használhatatlan. Mi ezeket a legelső és leghangsúlyosabb követeléseknek akarnánk látni. Így aztán úgy döntöttünk, hogy akkor elvált itt a mája elválnivalóktól, és konkrétan akkor mi is önállóan indulunk. De hát aztán azóta ez csak folytatódik, mert tulajdonképpen én egy másik interjúban, csak ezt már sokan forgalmazták, ezt a szót megismétlem. Én ezt egy vulgárisan egy parasztfakításnak tartom, ezt az egész előválasztást, amit ők rendeznek, már csak azért is, mert szemmel láthatólag ez nem tudja megmozgatni a szavazópolgárok 5%-át se. Most egy 5%-os minta az egy olyan bizonytalan eredményt ad, amivel mi nem tudunk élni. Hát jellemző egyébként 2019-ben az 1.400.000 budapesti polgárból 70.000-et tudtak megmozdítani. Ma 2021 vagy 22, de inkább 21 második felében vidéki környezetben az én becslésem az, hogy ez 2-3%-át fogja csak megmozgatni a polgároknak. Én azt őszintén szólva egy választási, egy országos választási szituációban nagyon gyengének tartom. Lát-e arra esélyt, hogy amikor majd aztán élesedik a választási kampány, akkor mondjuk bizonyos körzetekben az ISZOM jelöltjei visszalépnek az ellenzékiek javára, vagy végigviszik ezt az egészet önállóan, és ha igen, akkor egyébként milyen eredményre számítanak? Nincs fogunk visszalépni tekintettel arra, hogy mi mindenkinek a szavazatára számítunk, aki a mi világképünkkel azonosulni tud, vagy azt támogatni szeretné. Tehát semmi okunk nincs, hát hogyha visszalépnénk, az azt jelenti, hogy cserbe hagyjuk a De akkor ilyen szempontból egyébként önöknek mindegy, hogy mondjuk a Fidesz vagy az ellenzék van kormányon? Nyilván nem mindegy, mert azért az egy bizonyított tény, hogy a Fidesz egy kleptokrata, egy kliensépítő, a legrandább rablókapitalizmust működteti Magyarországon. Valószínűleg, hogyha most a hat ellenzéki párt kerülne kormányra, akkor az egy sokkal jobb lenne, bár mondom, azért elégedettek azzal se lennénk, inkább azt mondanám, hogy két rossz közül talán a Fidesz a rosszabbik, viszont nyilvánvalóan nekünk az a célunk, hogy egy erős baloldali frakciót tudjunk tető alá hozni a következő országgyűlésben, és ezt a létet, hogy megugorjuk, ehhez mindenütt az egész ország teljes területén jelen kell lennünk. Várható-e az, hogy bárkivel koalícióra lépnek akár más kis pártok közül? Igen, mi ezt abszolút napi renden tartjuk, tehát folyamatos egyeztetésben vagyunk, hát 6-7 más párttal. Én nem szeretem a kis párt, nagy párt, mert a kicsinek is lehet igaza, tehát azért az, hogy valaki nagy, az nem azt jelenti, hogy nála van a bölcsekköve. Mi csak program alapon tudunk persze szövetségeket kötni. Szélsőségeset tehát... kérdezek, de mondjuk a munkáspárttal mennyire érzik azt, hogy közös platformon lennének? Azért a munkáspártnak is vannak hagyományosan szociáldemokrata elvei.
Amennyiben most a türelmeféle mozgalomra céloz, akkor erre az a véleményem, hogy mi jogállami keretek között gondolnánk elérni a szocializmust, ők forradalmi keretekbe gondolkodnak, tehát ez abóvó gyakorlatilag így már rögtön indításba kizárja az együttműködést. Ugye önök akkor hagyományosan egy szociáldemokrata, szocialista irányvonalat visznek. Van egyébként még a magyar politikai paletten ilyen? Mert azért a most újonnan létrejövő pártoknak a többsége az inkább az egykori jobbikosokból vagy egykori fideszesekből alakult meg inkább. Én azt mondom, ez egy szerencsés megfogalmazás. Igen, mi egy szocialista, szociáldemokrata irányvonalat képviselünk, ezen belül is egy erős, tehát azért a baloldali karaktert kiemelném, hiszen az, hogy szocialista vagy szociáldemokrata, azért ez még a politikai realitásokban tud csúszkálni a skálán jobbra-balra, tehát mi egy igen erős, baloldali vízióval rendelkező szocialista, szociáldemokrata felfogású párt vagyunk. Igen, ezt is kimerem mondani, és amit más másik fel, amit a mondatában említett, mi is hasonlóképpen látjuk, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a baloldali szavazótáborra szétszélett a különböző pártok világában, ki ezért, ki azért, ki amazért, mi több nagyon sokan vannak, akik nem szavaznak. Tehát tulajdonképpen szinte nincs olyan jelenlegi pártpreferenciális rétege a magyar társadalomnak, ahonnan mi ne tudnánk szavazókat, szavazatokat toborozni. Vannak olyan politikusok, akik a pártjuknak köszönhetően népszerűek, és meglovagolva a pártjuk népszerűségét tudnak sikeresek lenni, és vannak olyan politikusok, akik meg népszerűbbek a saját pártjuknál. Ön hogy látja az ön esetében, melyik az igaz, mint Szanyi Tibor népszerűbb, vagy az ISZOM-nak köszönheti jelenleg a népszerűségét? Én szeretném, hogyha ezek az ilyen méricskérések talán egy picit enyhülni tudnának. Én azt gondolom, hogy a párt, illetve a jó magam gondolatrendszere az, amelyik attraktív kell, hogy legyen az embereknek. Itt nem személyek a fontosak, hanem lehet, hogy egy politikus személye azért népszerű, mert jó gondolatokat forgalmaz. Vagy legalábbis sokan vannak, akik azzal tudnak azonosulni. Én azt hiszem, hogy azért a mi pártunkban vannak olyan emberek, ki a maga területén, most engedje meg, hogy gyorsan említsek csak három nevet, példának egy rögtön a Csepeli jelöltünk Pál Éva, aki a Neoton együttes legendás énekese volt korábban, jelen pillanatban pedig ennek a mai kapitalista rendszernek tulajdonképpen egy borzalmas kárvallottja, nevezetesen devizahitel vitte el tulajdonképpen az egész addig fölépített életét, és ennek ellenére millió szenvedést követően beállt hozzánk, és azt mondja, hogy igen, ő föl tudja vállalni ezt a gondolatkört, neki is van egy nagyon komoly vonzereje. Ott van Huszti Andrea, a pártunk elnöke, aki hát ápolónőből lett tulajdonképpen mozgalmár, egyébként ő már alapított pártot, az Együttet, annak is a baloldali szárnyát képviselte, és ő neki, ahogy aztán később Székely Sándorral együtt fölépítették, aki egyébként a Független Országgyűlési képviselőnk, fölépítette a Szolidaritás mozgalmat, amelynek egy nagyon komoly hálózata van, nem egy hangzatos dolog, de egy nagyon komoly hálózata van Magyarországon. Ezek mind olyan apró értékek, amik együtt válnak borzasztó értékessé, és én azt gondolom, hogy ebben, hogy most kiemelünk személyeket, ezt, azt, amazt, egyre kevésbé kéne, hogy jelentősége legyen. Az interneten keresnek képviselőjelölteket, ez elsőre meghökkentőnek hangzik, de pont a Mandinernek mondták, és szerintem ez valóban így van, hogy a pandémia miatt tényleg az egész életünket az interneten éljük. Egyrészt milyen a fogadtatása ennek a castingnak, mennyien jelentkeznek, és tulajdonképpen akkor mind a 106 választókerületből van már jelentkező? Vannak azért még lukas foltok, viszont cserébe vannak olyan választókerületek, ahol többen is jelentkeztek. Nagyjából azt kell mondjam, hogy olyan 500 körül van a jelentkezőknek a száma, és ebben az a jó hír igazából, hogy nagy elenyésző volt, aki hülyéskedett, trollkodott, vagy bármi ilyesmi. Mi úgy látjuk, hogy aki vette a fáradtságot, kitöltötte a megfelelő íveket, elgondolkodott, kapcsolatban lépett velünk, elkezdtünk beszélgetni. Gyakorlatilag egészen kiváló embereket sikerült megismernünk, és tulajdonképpen én annak örültem legjobban, hogy ugye sokan mondják, hogy új arcok kellenek a politikába, új arcok kellenek a politikába, hát tessék, akkor mi hozzuk az új arcokat. És én értem, hogy sokkal eredményesebbnek lehet lenni bejáratott arcokkal, ez egy tagadhatatlan, hát mi egy kicsit így a nehezebb részét fogjuk meg, bár mi nagyon hisszük azt, hogy senki nem születik politikába,
politikusnak. Ezt sehol nem tanítják. Ez egy népképviseleti intézménye az országgyűlési képviselő. Hát honnan merítsünk, ha nem a néplányaiból és fiaiból? Már könyörgöm. Hát miért kell ez az elit felé elmozdulni? Hát ők a leghitelesebbek ennek az egésznek a képviseletére. És még annyit talán, hogyha megengedi, elmondom, hogy meglepően sok a fiatal a jelentkező közül. És amikor meglátják sokan ezt a szót, hogy szocializmus, mindenki elkezd, jaj, Istenem, Sztálin, Rákosi, meg köze nincs ehhez. Hát én bárkinek mondom, most például a spanyol inkvizíciónak miközben van a kereszténységhez. A dél-amerikai hittérítéshez, ezek hatalmi játékok voltak. Hogy ön a Mandiner interjúban Bernie Sanders-et említette példaként, akiből ugye mém vált, amint a beiktatási ceremónián ott ült és ücsörgött önmagában. Szanyi Tibor esetében is várható, hogy majd a parlamenti beiktatáskor kiül egy székre és ott ül egyedül? Én már ezt megcsináltam, de tényleg csak Bernie Sanders iránti tiszteletből, és egyáltalán gondolati közösség fölmutatásával. Valóban én kiültem egy ilyen kempingszékre az országháza elé, és én nekem nem kesztyű volt a kezemben, bár igen, de mégiscsak kesztyű, csak nem ilyen horgolt kesztyű, hanem vörös box kesztyű, amivel azt próbáltuk szimbolizálni, hogy küldök is önnek egy ilyen képet, ha gondolja. Kitesszük illusztrációnak az interjút. A Facebook oldalamon is megkeressük mindenképp. A jelöltek közül, akik jelentkeztek, egyébként van személyes kedvence, vagy olyan karaktere, aki igazán izgalmas színfoltja lehet a következő időszak közéletének? Hát, igazából ezen még így nem gondolkodtam el, mert egyelőre még csak nagyon kíváncsi vagy. Na és akkor még ennél is jobb, még ennél is jobb ember, még ennél is jobb ember. Most márciusban lesz a következő ilyen, X-faktor jellegű ismerkedési hétvégénk, és akkor ott is azért újabb és újabb embereket fogunk tudni. Talán én nekem talán egyetlen egy, mondjuk így, hogy kedvencem, bár ő alapító tagja a pártunknak, tehát nem ezzel a mostani internetes keresések került közel hozzánk. Ő egy, nem akarom most, hogy nem borzolni a kedélyeket, hogy hívják, vagy hol lesz ő jelölt. Annyit szeretném csak mondani, hogy nekem nagyon tetszett, hogy van egy rakat haverja, akivel egy srami zenekart, vagy egy ilyen sváb trombitás fúvós zenekart csináltak, és tulajdonképpen ezen a platformon kerültek közel a baloldal, már olyan értelemben, hogy a közösségépítéshez és a közösségi gondolkodás. Nekem ezek végtelenül tetszenek. De akkor tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy az Iszonban sok a zenész, hiszen ugye ott van az egykori neotonos előadó művész, és ön esetleg tud egyébként zenélni? Hát sajnos nem igazán, én nagy zenefogyasztó vagyok, mint hallgató, sőt, mániákusan szeretek zenét hallgatni, de legnagyobb fájdalmamra semmilyen hangszeren nem játszom. Bár szoktam mondani, hogy a politika is egyféle hangszer, és azért azzal is lehet egy kicsit így zeneileg bánni, tehát dallamok, gondolatok, érzelmek, ezek a politikában is előhozhatók, tehát nem kell feltétlen hangszer, hogy az ember zenélni tudja. És végezetül egy utolsó kérdés, hogy azt is olvastam, hogy arra is külön hangsúlyt fektetnek, hogy instrukciók alapján fotózzák a jelölteket. Az egyébként számít, hogy néznek ki a jelöltek, illetve hogy mutatnak a plakáton? Nem biztos, hogy lesznek plakátaink, mert mi vagyunk a templom egerének a pártja, tehát azért ezzel mi nagyon óvatosan vagyunk. De hát akkor az nem az állami támogatásért csinálják ezek szerint? Hát olyannyira nem, hogy például szerencsén, tehát a Tiszaújváros szerencsi választás idejét föl se vettük. Minden más párttól eltérően föl se vettük az állami támogatást, mi azt mondtuk, hogy nézzük meg, hogy mit tudunk a saját gondolatainkkal, most, hogy 1000 plakáttal több vagy kevesebb, ettől nem hiszem, hogy nekünk több szavazónk lenne. Tehát egyelőre nincs még ebben az ügyben döntés, de nagyon arra fele áll a szénánk, hogy nem fogunk élni a kampány során az állami támogatás eszközével. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nem, ha ez pénzkérdés, akkor tulajdonképpen számunkra nem annyira. Akkor miért kell fotózni a jelölteket? Hát azért, mert azért az interneten, és akkor az internet az nem csak Facebook, hanem Twitter, TikTok, Tumblr. Nem mondja, hogy van TikTok csatornájuk. Hogyan lenne? Ó. Hát dehogy nincsen. Ajjaj, nincs olyan, hát most az ismertebbek közül nincs olyan, ahol ne lennénk jelen, és én nagyon
bízom egyébként még a YouTube-ban, és az most nagyon felmenő ágban van. No, tehát arról van szó, hogy szeretnénk, hogyha tudnánk minden egyes jelöltünkről rengeteg-rengeteg fotózást követően egy ikonikus hangulatú képet, ami a legjobban mutatja az illetőnek a karakterét. Most akkor mondok egy nagyon távoli példát, és akkor az nem lesz reklám. Azt mondom, hogy Marilyn Monroe. Hát millió kép készült róla, mégiscsak egyet jegyeztek meg az emberek. Jellemzően. Na minden jelöltünknél ezt az egy fotót keressük, ami a legjobban ki tudja mutatni a karakterét, és ez egy nagyon-nagyon nyögvenyelős munka, néha már bele is fáradnak, hogy mi a felének ennyit fotózni, de ők is értik, hogy kell az, hogy legyen valami markáns, karakteres, ikonikus igényű kép mindenkiről, tehát az, hogy valaki beláll egy kamerára és vigyorog egy nagyot, azzal nem fejezünk ki semmit. Szanyi Tibor, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.